A semleges vonal felkeresését követő következő lépés a semleges vonalhoz igazodó tengely sokszög vonal berajzolása, illetve a tengely sokszög oldalakhoz illeszkedő körív, illetve átmenetíves körívek megválasztása. Az első lépés a létrehozott semleges vonal rajzon legyen az, hogy a fóliák közül kapcsoljuk most ki a szintvonal fóliákat, és maradjon csak kizárólag a kardinális pontokat tartalmazó fólia, illetve a semleges vonalat tartalmazó fólia. Hozzunk létre két új fóliát, az egyik neve legyen az, hogy tengelysokszög, színe legyen fehér, és vonaltípusa folyamatos, az marad ugyanúgy, illetve még egyet a tengely számára, ennek a fóliának a neve tehát tengely, ennek a színe viszont legyen sárga. Aktív fólia legyen a tengelysokszög, és kezdjük el a sokszög oldalak beillesztését. Fontos az, hogy a tengelysokszög az A pontból induljon, és a C pontba érkezzen. A tengelysokszög beillesztésénél a B pontot figyelmen kívül lehet hagyni, hiszen ott általában úgyis a semleges vonalban törés van, tehát ahhoz igazodóan a semleges vonal, tehát vagy a B ponton menne át, és a semleges vonalhoz nem igazodna, vagy pedig, ahogy fogom majd mutatni, a B pontot el is fogja kerülni. Jó, tehát elsődleges szempont az, hogy beillesszük a sokszög oldalakat úgy, hogy a A pontból indulóan a semleges vonal első egyenessel helyettesíthető szakaszára betegyünk egy sokszög oldalt, majd ezt követően a semleges vonal következő egyenes szakaszára is beilleszünk egy sokszög oldalt, és a záró sokszög pedig a C pontban fog zárni, illetve a C pontból fog majd indulni. Beillesztés, a sokszög oldal beillesztés a vonalrajzolás VO parancsal indul. Milyen fogó legyen bekapcsolva, ugye ez a kérdés. Digraster beállításoknál, ugye kontroll lenyomás mellett jobb klikkel be lehet hozni gyorsan, vagy pedig ugye itt alul az ikonsorban be lehet kapcsolni. Most a beillesztéshez válasszuk csak a középpont fogót, és mindjárt ugye vonalrajzolás parancsban vagyunk, kezdjük el rajzolni az első egyenest. Látható, ahogy letettük az első pontját az egyenesnek, ez a rugalmas gumivonal nagyon jól láthatóan mutatja, hogyha letennénk például itt a következő pontját, akkor hogy igazodna, vagy letennénk itt, hogy igazodna. Próbáljuk meg úgy ezt a gumivonalat elhelyezni, nyújtsuk túl a végpontját az első berajzolt sokszög oldalnak, hogy biztos, hogy a következő sokszög oldal majd metsze ezt az első sokszög oldalt. És próbáljuk meg úgy mozgatni, hogy a semleges vonalunkat a lehető legtöbbször metsze legközelebb menjen hozzá. Jó, letettük az első sokszög oldalt, ki is léphetünk a vonalrajzolásból, a escape-pel, jön a következő sokszög oldal. A következő sokszög oldal ugye ismét VO parancsal indul, és mielőtt még berajzolnánk, vezessük végig a szálkeresztünket a
tervezendő sokszög oldalon, és hogyha kell, ugye a görgül nyomásával tudunk penelni, azaz eltolni, és próbáljuk meg jó helyre letenni. Hogyha ez nem sikerül, ezt még nyilván tudjuk módosítani. Jó, legyen az első próbálkozásunk az ez. Ugye most látható, hogy azért eléggé belemetsz a semleges vonalba két helyen is. Az egyik itt, a másik pedig itt. Tehát ehhez hozzá kell nyúlni. Hogy tudunk hozzányúlni az egyeneshez? Jelöljük ki, majd megfogjuk a végpontot, és mozgatjuk. Tehát nem történik parancs kiadása, hanem csak, ha ráklikkelünk, akkor megjelenik a berajzolt vonal, vagy szakasznak a kezdő végpontja, illetve a közép pontja. Ezeket próbáljuk meg igazítani a semleges vonalhoz. Viszonylag jól, ugye itt figyelni kell, mert hogyha nagyon közel viszem már a semleges vonalhoz, akkor az íves szakaszon, a következő íves szakasznál pedig eltér. Hogyha azt szeretnénk, hogy az elmozdításkor ne fogja meg a korábbi pontot, ehhez ki kell kapcsolnunk a tájrasztert, amely ez F3-mal könnyedén megtehető. Ha így mozgatjuk, akkor még kényelmesebben, még rugalmasabban tudjuk változtatni a sokszögoldal helyzetét. Jó, és akkor a záró sokszögoldalhoz viszont F3-mal kapcsoljuk be tájrasztert, vonalrajzolás, indítsuk az utolsó sokszögoldalt a C pontból, ugye csak ez a fogó van bekapcsolva, csak a középpont fogó van bekapcsolva, és helyezzük az utolsó sokszögoldalt is. Jó, tehát ezt kell próbálgatással megoldani. Annak érdekében, hogy a bemutatandó ívválasztás az könnyen bemutatható legyen, a mintarajzon lévő tengelysokszög rajzát kell behívni. Ugye ez, amit láthatunk, meg az előző alkalommal is bemutattam, ez egy mintarajz, amelyen a teljes tervezés menetét be fogom majd mutatni. Ehhez át kell kapcsolnom a tengelysokszög bemutat rajzra. Ezen már, amit belőle berajzoltam, ugye látható, hogy elég hasonlóan az elhelyezkedéssel, de ez már véglegesnek tekinthető. Mikor tekinthető véglegesnek a tengelysokszög? Akkor, hogyha megterveztük az íveket is. Az ívek megtervezésének a menete az lesz grafikusan, hogy rajzolunk egy koncentrikus körívsort, és koncentrikus körív sorozat segítségével próbáljuk meghatározni azt a sugarú ívet itt az első tiszta körívnél, amelyik a lehető legjobban követi a semleges vonal íves szakaszát, illetve érinti a berajzolt tengelysokszög oldalt. Az átmeneti íves körívnél pedig úgy kell megválasztani a körívet a koncentrikus körív sorozat segítségével, hogy a tiszta köríves szakasza az átmeneti íves körívnek, ahol most van a szárkereszt, azt viszonylag jól lefedje a választott körív, de ne érintse közvetlenül a tengelysokszög oldalakat. A távolság, itt majd ennek a tervezésénél figyelni kell, a távolság ugye az 1-2 méter körül legyen a tengelysokszög oldaltól. Nézzük, kezdjük akkor el a tervezést azzal, hogy létrehozunk egy új fóliát, amelynek a neve KK. Ez a KK, ez a koncentrikus körívsorozatnak a fóliája lenne. A színe, hogy elüssön a többi színtől, legyen világoskék, és legyen ez az aktív fólia. Jó, akár itt rajzon kívül létrehozhatjuk a koncentrikus körívsorozatot, honnan, milyen sugártól indítsuk el, és milyen parancsal indítjuk. Ugye a fogónk, nézzük meg a tájraszterünket, látható, hogy csak a középpont van bekapcsolva, nem is kell a koncentrikus körívsorozathoz más,
A kör rajzolása a K betűvel történik, ahogy ez már előfordult korábbi rajzoknál. Ugye most szabadon mozgathatnánk a körívet, és adhatnánk meg különböző sugarakat hozzá. Indítsuk el a koncentrikus körív sorozatot a 30-as sugártól. Ennél kisebb sugár nem fordul elő a feladatok között, tehát kezdjük a 30-as sugárral. Hogyha az Enter ütés után még egy Entert ütünk, ugye tulajdonképpen parancsismétlés történik, és jön a következő körív, hogyha közelítünk a berajzolt körhöz, akkor azonnal a fogó az első körív középpontjára ugrik, ahogy azt jelzi is a beugró ablakat, és jön a 35, tehát 100-ig, 100 méteres sugárig, 5-ösével fogunk ugrani. Ezt be is rajzolom 100-ig, de természetesen ez lehet több is, attól függ, hogy kinek milyen a semleges vonal vonulata, az alakja, milyen sugárral lehet legjobban közelíteni. Jó, 35-40. 45. 50, ugye mindig a zárójelben látható az előző parancssal megadott sugár. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. 95. 100. És akkor 100-tól már 10-esével az első 10-zel megrövel sugáró körívet, tehát a 110-eset még így berajzolom. Jó? Tehát kaptunk egy koncentrikus kör állományt, körrajzot, ezt a rajzot, ezt blokkosítsuk. A B, mint ugye blokk parancsnak a rövidítésével, a neve legyen KK, bázispont megadása képernyőn, objektumok megadása képernyőn, oké. Okay. Beillesztési pont legyen a koncentrikus körívsor középpontja, az objektumokat pedig könnyedén kiválaszthatjuk, ugye ezzel a jobb sarokból, a bal sarokig tartóan a meccési ablakkal. Jó? Ha most jobb klikket nyomunk, vagy Entert, ugyanazt jelenti, létrehoztuk a blokkot, hogyan győződhetünk erről meg, hogy ráklikkelünk, és az összes berajzolt koncentrikus kör kijelölődik. Ezt ki is törölhetjük, és próbáljuk meg a koncentrikus körív sorozatot ráilleszteni az első tiszta köríves szakaszra. Ahogy említettem már az előzőekben, ugye mindenkinek kell egy tiszta körívet és egy átmenetíves körívet tervezni, mindenkinél a tiszta körív a nagyobb sugarú, az átmenetíves körív a kisebb sugarú. A beillesztés parancsnak a rövidítésével be is hozhatjuk ezt. Itt most az elforgatás megadása képernyőn nem kell beklikkelni, mert ugye ennek most itt nincs értelme. Okét nyomunk, és megjelenik a koncentrikus körív sor, és ugye szépen látható, hogy ahogy húzzuk lefele a koncentrikus körív sorozatot, hogyan változik, hogyan közelíti a egyes körívek, hogyan közelítik a semleges vonalat. Jó, most már egész közel vagyunk, tehát vagy ez a 90-es, csak ez egy kicsit akkor beljebb tolódik, ha most jobb oldalon is, bal oldalon is érinti, és a 100-as lenne az, a 110-es már túl nagy. Ugye, ha ide teszem, ide illesztem mind a két sokszög oldalhoz, akkor látható, hogy már jóval beljebb foglal helyet. A 100-as az, amelyik itt ebben az esetben
célszerű alkalmazni. Jó? Hogyan tudjuk megnézni, hogy milyen sugarú körívet választottunk, ugye mivel nem írtuk fel, hogy melyik körívnek mi a sugara. A blokknak a szétvetésével el tudjuk érni azt, hogy újra különálló körívek sorozata lesz. Tehát ez pedig a szétvet parancsnak SV a rövidítése. Szétvet. Kattintsunk rá. Jobb klik, vagy Enter, és darabjaira bontottuk a blokkot. Jelöljük ki a kiválasztott körívet. Jobb klik, tulajdonságok, és ez a 100 méteres sugár. Tulajdonképpen az összes többi sugár a választotton kívül ki is törölhető. Hiszen ez illeszkedett a legjobban. Jó, nézzük meg a másik esetben, ugye említettem, hogy nem kell érintőlegesen csatlakozni, ugye nem tiszta körív lesz, hanem egy átmeneti ív vezeti át egyenesből a tengelyt a körívbe. Tehát itt a megválasztásnál beparancsal behívjuk a koncentrikus körívsort, így azt a körívet kell megkeresni, ugye most itt 30, 35, 40, 45, 45, ugye ez az 50-es, megyünk tovább a 60-asra. A 60-as már tulajdonképpen tiszta körívként majdnem megfelelő is lenne, de ide átmenetíves körív kell, tehát akkor választunk egyel kisebbet, ez az 50-es. Igyekezzük úgy elhelyezni a koncentrikus körívsort, hogy az az 1-2 méteres távolság meglegyen. Ugye honnan lehet becsülni ezt a távolságot? 5 autókedrajzi egység van a koncentrikus körívsorozat között, tehát meg lehet becsülni, hogy az 1-2 méter az körülbelül mit jelent. Megfelelő, kiválasztottuk, akkor megint az SV szétvett parancsal szétvetjük, a nem kívánatos, a nem kiválasztott íveket ki lehet törölni. És akkor marad a kiválasztott körív, megint ráklikkelhetünk, jobb klik, tulajdonságok, és megnézhetjük azt, hogy mi a sugár az 50. Jó, tehát az első tiszta körív, választott tiszta körív sugara 50 méter, az átmenetíves körív sugara pedig 50 méter. Hogyan győződhetünk meg arról, hogy tehát ugye látható, belenagyítok, hogy grafikusan úgy szemre oda helyeztük a tiszta körívet, de exaktul pontosan nem érinti a tengelysokszöget. Tehát ezt kell pontosítani. Tehát az első esetben tehát be kell rajzolnunk a tengelyfóliára azt a körívet pontosan. AutoCAD-ben ez könnyen megoldható, amelyiket választottuk, és amelyik körív érinti pontosan a két tengelysokszög oldalt. Tehát ennek a sugara 100 volt, tehát erre a sugárra tulajdonképpen, erre a sugarú ívre továbbiakban nincs szükség. Pontosítsuk tehát a körívünket, a K parancsal rajzolunk egy körívet, előtte azonban még menjünk át a tengelyfóliára, és most adjuk ki a körívrajzolás parancsot, amely körívrajzolás parancsnál van három kapcsoló. Nekünk a legutolsó az EES, tehát érintő-érintő sugár megadásával szeretnénk megadni, tehát egy E betűt ütünk. Ahogy közelítünk az első sokszög oldalhoz, már meg is jelenik az érintőt jelentő, késleletet érintőt jelentő fogó, meg a másik oldalra is, és megjelenik a körsugara, amelyre ugye azt mondtuk, hogy az legyen 100. Jó, látható tehát az előbb kiválasztott 100-as sugarú körív. Látható, hogy egy egész kicsit beljebb tolódik, de ugye lehetőség szerint a tiszta körívnél ne legyen
túlságosan is pontosan elaprózva a sugárérték. Ez azt jelenti, hogy a választott koncentrikus körív sorozatnak a sugarait kell választani. Tehát közbenső nem szükséges, az eltérés látható, hogy minimális. Ez a százas sugár, ez elfogadható. Hogyan győződhetünk meg róla, hogy valóban az AutoCAD helyesen rajzolta be ezt a körívet? Jön egy újabb parancs, ez pedig a METS parancs, a rövidítése ME, amely úgy működik, hogy először azt az objektumot kell kijelölni, amellyel egy másik objektumot metszetni szeretnénk. Tehát az olló az első kijelölendő objektum, az pedig lesz az első sokszögoldal, illetve a második sokszögoldal. Nem kívánunk több metsző objektumot kijelölni, tehát Enter-t ütünk, és most jön a körívre való kattintás, amelyből ki szeretnénk vágni azt a körív darabot, amelyik érintőlegesen csatlakozik az első és a második sokszögoldalhoz, és 100 méter sugarú körívről van szó. Jó, ugye ez sikerült. Nézzük meg a másik körívet. A másik körívnél, az átmeneti íves körívnél a pontosítás úgy történik, hogy előbb az átmeneti ív tervezési Excel táblázat segítségével egy konkrét, ez a sugárhoz egy konkrét paraméterű átmeneti ívet fogunk választani. Hogy ez könnyedén megtehető legyen, úgy, hogy a rajzot is lássuk, ezért tegyük ablakossá az AutoCAD-et, hívjuk be az átmeneti ív tervezése nevezetű átmeneti alulvonás, ív alulvonás tervezés Excel-es fájlt, amelyik a képernyőn látható módon jelentkezik be, tehát 50 sugár, 50 paraméter. Az átmeneti íves körívről egy bemutató is rendelkezésre áll a letölthető állományok között, tehát ott megnézhető, hogy melyik átmeneti jellemző, micsoda, illetve a későbbiekben is lesz majd róla szó. A lényeg annyi lenne, hogy a sugárnál nagyobb paramétert ne válasszunk, tehát most itt 50-50 a legnagyobb. Mivel a paraméter tulajdonképpen a sugár és az átmeneti ívhoz, a nagy L-el jelölt átmeneti ívhoz szorzatának négyzetgyöke, így teljesen természetes, hogy ha sugár 50 és a paraméter 50, akkor az L is 50. Mi látható itt még? Delta R-rel a körív vagy érintő eltolás érték, vagyis átmentve a rajzra, ez azt jelenti, ez a körív eltolás érték, hogy a berajzolt tenger sokszög oldal legjobban 2,06-ra közelítené meg a választott körívet, illetve a választott körív közelíteni meg a tenger sokszög oldalt ilyenre, hogyha ezt pontosan beállítanánk. És akkor az egyéb paraméterek is, átmeneti paraméterek is, mint a körív középpont, a abcissza érték, az X0 érték látható, hogy ezek mit jelentenek, az átmeneti végének az X koordinátája, Y koordinátája, és a átmeneti ív feléhez tartozó középponti szög tau érték, vagy a végérintő hajlásszöge látható még itt, hogy ezek mit jelentenek, a későbbiekben majd pontosítom, és elhangzik majd. Tehát most hogyan választjuk meg? Tehát ugye 50-es sugarunk van, milyen paramétert válasszunk? Ehhez először a rajzon próbáljuk meg meghatározni, hogy melyik az a távolság, amelyik legkisebb a körív, belajzó körív és a sokszögoldal között. A távolságmérés AutoCAD-ben a távolság parancsal, amelynek a rövidítése TA. Igen, ugye most a fogók nincsenek bekapcsolva, csak és kizárólag a középpont fogó. Tehát ehhez a fogókat tárgyasztett beállításoknál állítsuk be a metszés pontot, illetve mivel merőlegesen szeretnénk mérni, még a merőleges fogót is. Jó, és akkor még egy fogó kellene, ugye most itt össze-vissza ugrál a szálkeresztünk, mert ugye metszéspontot, végpontot vagy középpontot keres,
meg tudjuk becsülni azt, hogy körülbelül hol lehet a legközelebb, nagyjából valahol itt. Viszont, hogy bárhol letegyük a pontot, de valamelyik objektumra essen, ehhez a Ctrl billentyű lenyomása, most a Ctrl-t lenyomva tartom, jobb klikkel, a fogókat be lehet, fogók listáját be lehet hívni, és van itt egy ilyen, hogy szomszéd. Ugye ez a szálkereszthez legközelebb álló pontját fogja meg adott objektumnak. Ugye ez pedig, ha belenagyítunk, ugye a fehér vonalon kell, hogy legyen ez a sokszög oldal, és nagyjából itt van a legközelebb, és ugye a körívre merőlegest szeretnénk állítani, és merőlegesen szeretnénk mérni, tehát a merőleges fogó jelentkezik be. 1,2, nézzük a másik oldalon, ugyanígy, jobb klik, szomszéd, 1,5. Viszont azt is vegyük észre, hogyha ez az 1,2-es körívvel tolás lenne, akkor a választott sugarú körív beljebb lenne szinte mindenhol a tiszta köríves szakasz, nem beljebb lenne a semleges vonaltól. Tehát ezt akár most a mozgat parancssal beljebb is tolhatjuk, tehát lecsökkenthetjük a delta R-nek a nagyságát. Egyik oldalon sikerült, a másikon nem igazán. Jó. Nézzük meg újra a távolságot. Szomszéd. 0,39, tehát most még nagyon közel esik, tehát egy kicsit el kell mozdítani a másik irányba. Mozgat parancsal, MO mozgat parancsal. Talán így valahogy. Újabb távolságmérés. Szomszédos fogó. 1,11, tehát 1 méter körüli lenne jó. Hogyan tudjuk ezt a paramétert kiválasztani, tehát a sugár 50? Folyamatosan nézzük azt, hogy hogyan változik a paraméter változtatásával, hogy változik a körív vagy érintő eltolás érték. Írjunk be 40-et. Ugye az 0,85 lenne, az nem jó. Írjunk be 45-öt. Az 1,36, hát az egy kicsit sok. Legyen akkor 42. Az 1,03, tehát ez egy körüli értéket céloztuk meg, tehát legyen a választott paraméter a 42, ennek a delta R értéke az 1,03. Tehát a feladatunk az, hogy pontosítsuk a grafikus rajzot, hogy a sokszög oldallal hozunk párhuzamost 1,03 autókedrajzi egységgel, ugye, amely egy ezres méterrendben ugye ennyi valóságos métert is jelent. Mivel mind olyan átmeneti ívet tervezünk, hogy mind a két átmeneti ív, tehát az ívbe behaladó átmeneti ív és az ívből kihaladó átmeneti ív ugyanolyan paraméterekkel rendelkezik, ezeket ugye szimmetrikus átmeneti íves köríveknek nevezzük, ezért a másik oldalon is ezt az 1,03-at kell az utolsó sokszög oldalon is megvalósítani, tehát 1,03 autókedrajzi egységgel kell párhuzamost rajzolni. Jó, rajzoljuk be P, mint párhuzamos rövidítés. P a rövidítése a párhuzamos parancsnak. Ugye ez úgy indul, hogy adja meg a párhuzamos távolságot, tehát üssük be, hogy 1,03. Figyeljünk arra a párhuzamos parancsnál, ugye most nem változtatjuk meg a párhuzamos távolságot, tehát várja az autókert, hogy az újabb elemet kijelöljük, amivel párhuzamost akarunk húzni. Figyeljünk arra, hogy abba az irányba, hogy rákattintunk, abba az irányba mozdítsuk el a szálkeresztet, ahogy én most mutattam, amelyik oldalra az adott objektummal párhuzamos szeretnénk rajzolni. Annak érdekében, hogy ez a párhuzamos érintő eltolás
ez elkülönüljön a tengelyszögszög oldaltól, bár a tengelyszögszög fólián maradunk, de változtassuk meg a színét. Legyen ez a világos kék szín. Jó. Látható, hogy a grafikus beillesztés majdnem jól, így első ránézésre majdnem jól sikerült, de ugye nekünk exakt pontossággal kell berajzolni, úgy, ahogy a tiszta körénél azt tettük, tehát ezt kitöröljük, átmegy, a tengelyfólián is vagyunk, tehát nem kell átmenni, és itt újra a körívrajzolás jön, érintő-érintő sugár, itt lesznek az érintők, most már az eltolt helyzetű, világos kék érintőre kattintunk mind a két oldalon, és a sugár az 50 méter lesz. Jó, és akkor itt látható, exaktul, pontosan berajzolva a tiszta körív, amely tiszta körív nem érinti egyik sokszög oldalt se, attól 1,03 autókedrajzi egységre foglal helyet. Továbbiakban tulajdonképpen azt kell majd ellenőriznünk, hogy a grafikus tervezés az megfelelő-e, nem kell esetleg módosítani rajt. Ehhez viszont pontosítsuk és rajzoljuk be a tiszta körív elejét és végét jelölő sugárirányokat, illetve rajzoljuk be az átmenetíves körívet egyelőre közelítően csak, de a átmenetív eleje, átmenetív vége, illetve átmenetív vége, átmenetív eleje főpontokat pontosan berajzolva, csak az átmeneti ív fog majd a későbbiekben módosulni úgy, hogy az átmeneti részletpontok segítségével fogjuk majd a végleges pontos átmeneti ívet berajzolni. Tehát most már nincs szükségünk a átmeneti ív tervezési Excel táblára, ismét hozzuk teljes képernyőre az autókedet, és nyugodtan maradhatunk a tengelyfólián, és itt tulajdonképpen könnyedén berajzolhatjuk az ív első ív elejét, illetve végét. Ezt tegyük meg, hogy ne zavarjon bennünket célszerű kikapcsolni most a semleges vonalat, hiszen annak az ahhoz való igazodásról már meggyőződtünk, tehát most maradunk a választott sok tengelysok szögnél, illetve a választott, exaktul berajzolt íveknél. A sugárirány berajzolásához, ugye megint a vonal parancsot adjuk ki, hogyha közelítünk a körívhez, mivel be van kapcsolva a középpont fogó, nézzük meg, mik vannak bekapcsolva. A középpont és a meccéspont és a merőleges is be van kapcsolva. A merőleges fogó egyelőre most nem kell, ha majd kell, bekapcsoljuk, és adjuk meg az első pontot, ugye meccéspontot keres, közelítsünk a meccésponthoz, a másik pont pedig a középpont lesz. Jó, ismételjük meg ezt a másik oldalon, az ív végénél is, ugye space vagy enterrel parancsot ismételtünk, megint közelítjük a sárga tengely és a fehér tengelysokszög oldalt, és közelítjük a körívet, beúrik, hogy középpont, erről meg is győződhetünk. Tehát az ív eleje, ív vége megvan. A tiszta körívnél figyelni kell arra, a tiszta körív tervezésénél, hogy az A pont való távolsága az 20 méternél ne legyen kisebb, annak érdekében, hogy a későbbiekben majd tervezendő szélesítés kifuttatási hossz, ugye szélesítés kifuttatása a tiszta köríveknél az ív eleje előtt elkezdődik, és az ív végénél is, az ív vége után még folytatódik, és ez első osztályú út esetében ez jó becsléssel 20 méter. Tehát ennél kisebb egyenes szakasz nem maradjon se az elején, se a másik oldalon.
Az átmeneti éves körívnél, mivel a kifuttatás az átmeneti ív mentén történik, ezért ott már az átmeneti ív eleje pont után nincs szükség erre a 20 méterre, tehát akár a C ponthoz egész közel is véget érhet. Ugye ez feladata válogatja, hogy milyen távolságra fog adódni. Illetve valakinél ugye az átmeneti éves körívvel fog kezdődni, és a tiszta körív lesz a második ív. Tehát tiszta körívnél fontos ez. Rajzoljuk be még az átmeneti éves körívünket is. Ehhez viszont ismét vissza kell kapcsolnunk az átmeneti ív tervezése Excel táblát. Visszamegyünk az előbbi ablakos elrendezésre. Mégpedig az abból a célból, hogy meg kell nézni, hogy az átmeneti ív eleje pontnak a kitűzéséhez vagy berajzolásához milyen paraméterekre van szükség. Hát szükségünk van a körív középpont abcissza értékre, ehhez viszont be kell rajzolni az eltolt helyzetű, világos kékkel rajzolt eltolt helyzetű érintő és a tiszta körív érintési pontja és a kör középpontja közötti sugárirányt. Középpont. Parancsismétlés másik oldalra is. Ezzel a most berajzolt sugárirányjal kell párhuzamost húzni az átmeneti ív eleje felé, annak érdekében az átmeneti ív eleje pontot pontosan meghatározzuk. Tehát P mint párhuzamos, a távolság az X0 érték az 17,57, 17.57. Megint párhuzamos rajzolás, mert ugye kijelöljük azt az objektumot, amivel párhuzamos szeretnénk, és abba az irányba mozdítjuk el a szárkeresztünket. Viszont nem az eltolt helyzetű érintő lesz az átmeneti ív eleje pontnak a helyzete, hanem az elér parancssal, megint egy új parancs, elér. Itt azt kell megadni, hogy melyik az az objektum, amelyet majd egy másikkal el szeretnénk érni. Kattintsunk ezt a főérintőre, nem szeretnénk többet elérni, Enter, és kattintsunk a meghosszabbítandó objektumra. Tehát tulajdonképpen ezzel a párhuzamos rajzolással és az elér parancssal kitűztük az átmeneti ív elejét. Hogy tudjuk meghatározni és kitűzni az átmeneti ív végepontját? Ehhez az átmeneti ív vége kitűzési koordinátái kellenek, ami azt jelenti, hogy az átmeneti ív eleje ponttól a sokszög oldalon milyen távolságot kell felmérni, ugye ez lesz az XAV távolság, illetve az YAV távolság megmutatja, hogy innen mennyit kell erre a főérintőre merőlegesen felmérni, ez 4,11 lesz. Jó, tehát húzzunk párhuzamost most az előbb létrehozott átmeneti ív eleje ponttal, ponthoz tartozó sugárirányjal, ugye ez a sokszög oldalon merőleges. A már merőleges párhuzamosságnak a távolság az 34,84, pont 84. Jó. Tulajdonképpen a berajzolt párhuzamos ki is, el is metzi a körívet. A metz parancsot már ismerjük, MEMETZ, megint azt az objektumot kell kijelölni, amivel metszünk, most a körívvel metszünk, Enter. Jó, és akkor azért lemérhetjük a távolságot, illetve lekérdezhetnénk az objektum hosszát is, de most mérjük le távolságméréssel. Ez 4,1072, tehát 4,11 kerekítve centiméterre. A továbbiakra is igaz az, majd a további számításokra, hogy centiméter pontosságra kerekítünk, és centiméter pontosan kell megegyezni az autókedv rajzzal, tehát ez nyilván elfogadható. Ahhoz, hogy közelítő átmeneti ívet be tudjuk rajzolni, ahhoz egy nagyon fontos pontja az átmeneti ívnek
még szükségeltetik. Ez pedig úgy adódik, hogy ott, ahol az eltolt helyzetű érintő érinti a körívet, ahonnan elkezdtük ugye az előbb a rajzot, a sugárirány berajzoltuk, itt ugyancsak ebből az érintési pontból bocsássunk merőlegest a sokszög oldalra, tehát vonalrajzolás, meccés pontból, ugye most kell a merőleges fogó, tehát kontrollnyomása mellett jobb klik, és kiválasztjuk a merőlegest. Jó, tehát ez a vonaldarab, ez meg is van, ez tehát egy delta R hosszúságú, tehát 1,03 méter hosszúságú darab. A berajzolás, az átmeneti berajzolásához még szükség van arra, hogy berajzoljuk az átmeneti végeponthoz tartozó sugárirányt. És ezzel a sugárirány, ezt a sugárirányt pedig ugye el kell forgatni 90 fokkal annak érdekében, hogy az átmeneti végéhez tartozó, a tiszta köríves szakaszhoz tartozó érintő irányt megkapjuk. Erre azért van szükség, hogy a spline görbével berajzolandó közelítő átmeneti ívnek a vég befejező érintőjét megadjuk. Ehhez rajzoljuk rá még egyszer ugyanerre a vonalra, tehát rajzoljunk rá ugyancsak még egyszer, megadva az átmeneti végepontját és a körív középpontját, tehát itt most kettő vonal van egymáson, hogyha kiadnánk azt, hogy MO mozgat, és kijelölnénk így meccéssel, akkor látható, hogy két objektumot talált. Hogyan lehet elforgatni egy objektumot, és mi a forgatási irány? A forgatásnak a parancsa a forgat, objektumokat választunk, kijelöljük a választón forgatandó objektumot, nem kívánunk többet forgatni, adja meg a bázispontot, tehát ami körül forgattunk, tehát az pedig az átmeneti végepont, és most meg kell adni ugye az elforgatás szögét. AutoCAD-ben az alapbeállítás az, hogy az óramutató járásával ellentétes a pozitív irány, és a negatív irány viszont az óramutató járásával megegyező. Nekünk most az óramutató járásával megegyezően kell forgatni, tehát mínusz előjellel kell megadnunk a 90 fokot. Ha ez is megvan, akkor a közelítő, még egyszer hangsúlyoznám, a közelítő átmeneti ívet be tudjuk rajzolni a spline parancsal, amelynek a rövidítése SPL, ahogy az már a semleges vonal felkeresésénél el is hangzott. Letesszük a kezdőpontját a spline-nak. A következő pont pedig a berajzolt delta R hosszúságú szakasznak a felezőpontja kell, hogy legyen, tehát ehhez felezőpontot kell megfognunk. Kontroll nyomása mellett jobb klik, felezőpont. Jó, azt mutatja is a fogó, felezőpont, majd jön az átmeneti végepont. Látható, hogy ez a spline görbe ugye belemetszene, egy picit bele is fog metszeni, ami egyébként a pontos átmeneti ívnél nem fordulhat elő, de a körülbelül berajzolásnak úgy most megfelel, letesszük a végpontját, és most ha ránézünk a parancsorra, itt a zárójelben jelennek meg lehetőségek. Ha mi a befejező érintőt szeretnénk megadni, akkor nagy B-t kell ütni. Befejező érintő, és adja meg a záró érintőt. Ehhez viszont ugye a végpontot kell megfogni, az előbb berajzolt érintőirány végpontját. Ha ez nincs beállítva, akkor kontrollnyomása mellett jobb klik, végpont, és már meg is van. Belenagyítva látható, hogy végül is ezzel a záró érintővel egész jól megközelítettük a tényleges átmeneti ívet, de ugye még nem exakt. Ugyancsak az átmeneti ívnek, illetve a berajzolt spline görbének van egy kezdő érintője is, hogyha ide megyünk a kezdőponthoz, itt egy kis fehér kereszt látható, fölém visszük a szárkeresztet, akkor a megjelenő ablakban ugye van egy ilyen legalul, hogy érintő iránya.
erre ráklikkelünk, és megadjuk az érintő irányát itt. Jó, tehát körülbelül átmeneti berajzolása így megoldható volt. Erre azért volt szükség, hogy meggyőződhessünk róla, hogy kellő hosszúságú-e a rendelkezésre álló egyenes szakasz. Hogyan érhetjük el azt, hogy ne csak a bemeneti átmeneti ív, hanem a másik oldalon a kimeneti átmeneti ív is könnyedén berajzolható legyen. Ugye mivel szimmetrikus átmenetíves körívet tervezünk, ezért, hogyha megadjuk a szögfelező irányát, berajzoljuk, akkor erre szimmetrikusan helyezkedik el a kimeneti átmeneti ív, tehát egy tükrözés parancsal le tudjuk ezt tükrözni. A továbbiakban az átmeneti ív tervezése Excel file kikapcsolható, és a grafikus tervezésnek a végén a tükrözés következik most. A tükrözéshez rajzoljuk be a szögfelezőt, megkeressük a sokszög oldalak metszéspontját, ugye ez a fehér sokszög oldalak metszéspontja, és összekötjük a körív középpontjával. Tehát ez lesz a tükrözési tengely, amit most berajzoltunk. A tükrözési parancs, tükröz parancsnak a rövidítése TÜ, tükröz. Válasszunk tükrözendő objektumokat. Mi az, amit szeretnénk tükrözni? Az átmeneti eleje pont, az átmeneti vége pont. Maga az átmeneti ív, illetve a delta R értéknek megfelelő szakasz. Ha nem szeretnénk több elemet tükrözni, akkor Enter-t ütünk. Következő jelenik meg a parancsorban, adja meg a tükrözési vonal első pontját. Figyeljünk rá, hogy mi hova klikkelünk. Ugye ez a sokszög oldalak metszéspontja az egyik, a másik pedig a középpont lesz. Mielőtt még az AutoCAD megrajzolná a tükrözött objektumot, rákérdez, hogy az előző objektumot, amit tükröztünk, azt töröljük-e vagy nem. Alap értelmezése az, hogy nem. Tehát, ha itt Enter-t ütünk, akkor az fog érvényesülni, hogy nem törli ki a tükrözött objektumot. Jó, ezzel a grafikus tengelytervezés részt befejeztük. Még azzal lehet kiegészíteni, hogy a tengelyfóliára berajzoljuk az egyenes szakaszokat, így az A ponttól kiindulóan. Ugye itt a középpont, az A koordinális pontot jelölő nullkör középpontja, és az első sokszak kezdőpontja az egybeesik. Meddig visszük? Visszük a ív eleje pontig, az ív vége pontot összekötjük az átmeneti ív eleje ponttal, illetve a kimeneti oldalon az átmeneti ív eleje pontot összekötjük a C ponttal. Hogy jobban látható legyen a grafikus tengely, addig kikapcsolhatjuk a tengelysokszög és tengelysokszög fóliát. Jó, tehát eddig tart a grafikus tervezés. Kapcsoljuk vissza a tengelyvonal fóliát. A következő lépés majd az lesz, hogy meghatározzuk a tengely sokszög oldalak hosszát, illetve a baloldali közbezárt szöget, amelyből számolható lesz majd az ív középponti szöge a tiszta körívnél, ahol most van a szálkereszt, ez megegyezik ezzel a középponti szöggel, ugyanígy az átmeneti éves körívnél is.
Az átmeneti íves körív, illetve a tiszta körív főpont számítását bemutató videó segítségével tulajdonképpen az egyes kitűzési értékek számítása és itt AutoCAD-ben való ellenőrzése megtörténhet. Megtörténhet majd. Jó, ez majd a következő videónak a tárgya. Köszönöm a figyelmet!